A Bankfaluban került sor a nemzeti színű szalag átvágására, ezzel jelképezték a pályázatban közreműködő szakemberek, hogy 100%-os lett félegyháza csatornázottsága. Ezt megelőzően a Városházán tartották meg a projekt záró rendezvényét. Kapus Krisztián polgármester az eddigi legjelentősebb beruházásként jellemezte az elvégzett munkálatokat. Beszédében kiemelte, ahhoz, hogy félegyháza szennyvíz csatornázottsága teljes legyen, szükség volt az önkormányzati szándékra, a pályázati támogatásra és a lakosság anyagi hozzájárulására is. A projekt első fordulója 2008 és 2010 között zajlott, ez az előkészítési szakasz jelentette. A támogatási szerződések aláírását követően 2012. július 27-én kezdődhetett meg a kivitelezés. Az önkormányzat pénzügyi helyzete eredetileg nem volt kedvező a beruházás szempontjából, de minden segítséget megadtunk mégis ahhoz, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön, és hogy a szennyvíz csatorna beruházás megvalósulhasson. A pályázat elbírálását követően a beruházási költség 85%-át az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásban kapta meg a város, mint a beruházás megvalósítója, vissza nem térítendő támogatást. A fennmaradó 15% önelőtt pedig a Kiskunfélegyházi Vízi Közmű Társulat biztosította. Az üzemeltető Bács Víz Zrt. Elnök vezérigazgatója szintén a beruházás jelentőségét hangsúlyozta. Kurdi Viktor gratulált az önkormányzatnak a projekt sikeres lebonyolításához. Gratulálni szeretnék az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak ahhoz, hogy ez a beruházás megvalósulhatott. Azt gondolom, hogy nagyon komoly értéket képviselő vagyontárgy jött létre, amely gazdagítja a várost, és ezáltal gazdagítja az itt élő polgárokat is. A Bács Víz Zrt. Felkészült arra, hogy ezt a művet szakszerűen üzemeltesse. A hatékony üzemeltetés lehetőségei adottak. A szerződéskötési folyamat megindult, és bízom benne, hogy mindenki, aki érintett ebbe a beruházásba, pozitív érzésekkel fogja ezt birtokba venni, használni. A fejlesztés eredményeként a szennyvíz már nem szennyezi Félegyháza ivóvízbázisát. A környezetvédelmi szempontokon túl a hálózatokra kötött ingatlanoknak nem csak a komfortfokozata, hanem az értéke is megnövekszik. A teljes körű csatornázottság a városrészek közötti esélyegyenlőséget is biztosítja. A beruházás a Kossuth-várost, a Móra-várost, a Bika-hegyet, a Kertvárost, a Bankfalut, a Molnár-telepet, az Aranyhegyi lakótelepet, valamint a Zöldmező lakótelepet érintette. A háztartásoknak június 2-ától lesz lehetőségük arra, hogy csatlakozzanak a hálózatra. A munkálatok elvégzéséhez szolgáltatási szerződés szükséges, amelyet a Bács Víz Zrt. Félegyházi irodáján köthetnek meg az ügyfelek.